Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Június 22-e van, hétfő reggel 4:08:02 a stúdióban Miálló Csandrás. És Gede Balázs, 0-30-20-10-9-0-9, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Tessék megszórni bennünket például közlekedési információkkal, mert biztos vagyok benne, hogy van, csak közlekedési info irigyek vagytok. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Kérlek, van egy ilyen infónk az egyetlen és utolérhetetlen Lekcsótól, aki nem titkolja el a tapasztalatait. Az M7-es, az M0-ástól dugó, tötymörgés, megállunk, egyre rosszabb, írta ő ezt 7 óra magasságában. Gyanítom, hogy azóta nem javult a helyzet. Borongós Szeres, jó reggelt, kartársak, erősödő forgalom mellett közlekedett 4:45-kor D kartárs Gödről Pestre, a Szerencs utcai lámpánál már akkor kisebb torlódás volt tapasztalható. Gyanítom, ez is sokkal rosszabb ez a reláció. Egyelőre még csak véletlen, ha van fennakadás, sima liba az Üllői befelé, a Baross szintúgy. Ez 6 óra 21 perces információ. Az Útinform azt írja, hogy élénk a forgalom az M0-ás autóút déli terelt szakaszán az M1-es irányába, Dunaharaszt és Halásztelek között szakaszosan torlódnak a járművek. 40-50 perc is lehet a plusz menetidő. Na, ez azért kemény. Hogy mi? Igen, ez soknak tűnik, nagyon. Az M3-os autópálya bevezető szakaszán is erős a forgalom, az M0-ás csomóponttól telítettek a sávok, 10-15 perces menetidő többlettel kell számolni. Aztán az M7-es autópályán a főváros felé Török Bálint térségében az erős forgalom miatt torlódás alakult ki. A 12-es, amit a hallgatók írtak, leképezi. Igen, és 16-os kilométer között 20-25 perc a menetidő növekedés. Na, ez egyre vadabb, kérem tisztelte, várunk további infókat. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát július elsőjével lesz minden. Itt sok minden. Igen. Változás minden a közlekedésben. Is. Na, hát mondjad akkor te. Hát kérlek szépen, akkor kezdem. Mondjuk a BKV-val, ugye, ahol egyelőre ugye az egészségügyi dolgozók, nyugdíjasok, diákok és az álláskeresők is ingyen közlekedhettek. Az egészségügyi dolgozók július 1-től szerdától csak érvényes jeggyel vagy bérlettel utazhatnak a BKK járatain. A rendelet visszavonása a diákigazolványok, a nyugdíjas és kisgyerekes bérletigazolványok, az álláskeresők bérlete és egyéb utazáshoz szükséges dokumentumok és igazolványok érvényességét is érinti. Ezt írta a Budapesti Közlekedési Központ. Ugye a Magyarországgyűlés döntés értelmében június 18-tól véget ér a koronavírus járvány miatt bevezetett vészhelyzet, és hát ennek megfelelően kivezetik azokat az intézkedéseket, amelyeket ennek enyhítésére hoztak. Úgyhogy az egészségügyi dolgozók, ahogy említettem, utoljára június 30-án kedden utazhatnak díjmentesen, és július 1-től szerdától már kizárólag érvényes jeggyel vagy bérlettel használhatják a BKK járatokat. Képzeld el, hogy én azt olvasom, hogy a személyazonosító igazolványok, útlevelek, kártyaformátumú vezetőengedélyek, amelyek 2020. március 11 és július 3 közötti időszakban járnak le, 2020. december 15-éig használhatóak a 65. életévüket betöltött személyek díjmentes utazására való jogosultságának igazolására, továbbá a teljes áru bérletekhez is. Uh-huh. Aztán mi van a diákokkal, mert ott zűr van az igazolványokkal, gondolom. Az első féléves matrica, ha megvan, akkor 2020. december 15-ig igazolhatják a kedvezményre való jogosultságukat a BKK-n.
és december 16-tól már csak a megfelelően érvényesített diák igazolvánnyal utazhatnak. Ugyanez a szabály vonatkozik a helyettesítő igazolásokra is. Aztán az álláskeresők bérletének esetében, hogy az álláskeresők bérletének kiváltására a 2020. július 4-től, tehát szombattól újra a vészhelyzetet megelőző szabályok vonatkoznak, amelyekről a bérlet leírásában vagy a BKK korábbi közleményében lehet olvasni. Megszűnt az átmeneti intézkedés, miszerint 30 napnál régebbi hatósági bizonyítvány alapján is lehet akár több hónapban is bérletet váltani. Azok, akik legkésőbb július 3-án váltottak bérletet az átmeneti szabályok szerint, a bérletüket annak érvényességi idejének végéig még jogszerűen használhatják, függetlenül attól, hogy mikori a hatósági bizonyítvány keletkezése. A mozi, a mozi, a mozi, a mozi, az van az a szám. Megvan az? Nincs. A neurotiktól nincs meg? Nincs. Na mindegy, nem vagy egy alternatív, azt én tudom, de ma szombaton, azaz 20-án meg kinyitott például a Lourdi mozi, meg az Eurocenter, és június 25-én csütörtökön nyitnek a Budapest Film ZRT moziai, a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán, a Kinókafé és a Corvin mozi, 25-én nyit a Circo Geyser, ha pedig minden igaz, a Cinema City hálózat, mert ez ugye a legnagyobb Magyarországon, július 1-én kezdik a vetítéseket. Hát de mit lehet ezekben nézni? Leállt a filmgyártás. Hát a Csillagok háború első részét, meg a Terminátor 1. Igen, az lehet, meg a Rambót. Igen, tehát ugye ez baj, hogy nincsenek most egyelőre új filmek, a másik pedig én szerintem még ott is, nem tudom, vannak-e ott adatok, hogy hányan ültek be a megnyílt eddigi kettő moziba, de gondolom azért még tartózkodnak. És az a kettő ember is rettegett egymásról. Na, aztán még egy nagyon érdekes hír, június 14-én volt egy kisebb vihar, ami nem is kicsi volt természetesen, igen, csak költői túlzás, és beáztatta a Szép Művészeti Múzeum román csarnokát. Másfél évvel ezelőtt adták el az egészet, miután 3 évig dolgoztak rajta, és 15 milliárd forintot költöttek a felújításra. Befolyt az esővíz, a csarnok két sarkán ázott be. A károk nem jelentősek, a falfelületek kisebb részben sérültek, a vízbetörés pontosokának feltárása még zajlik. A román csarnok addig nem látogatható. A javítást a kivitelező garanciális munkák keretében végzik majd el. Az a kérdés, hogy most akkor megint megbontanak ott mindent, meg 15 milliárd forintot nem 15, tudták megcsinálni? Hogy ez nem tudom. Egyébként, ami kiemelt igény volt arra, ugye, hogy ezeket a tároló részeket, amik most bezártak, vagy beáztak, ugye, hogy ezek ott megfelelően legyenek kialakítva pont azért, mert a beázás egy műtárgyraktárt is érintett, ott néhány műtárgy kisebb mértékben megsérült, ezek restaurálással helyreállíthatóak. A vasárnapi nagy felhőszakadás követő további esőzések során az intézmény már nem tapasztalt beázást. Azért, mert betagadtak a fa szerkezetek, persze, és azok most már nem engedik át a vizet. És hogyha tisztára, ha kiszárad, tisztára akkor ázott egy-két akvarell, akkor ott a sima vászorra újra lehet festeni a... Keressük a jót a rosszban. Michelin csillagokat, nem? Hát nem lehet, hír csak... az, de csak akkor annyi az menjen. Egész, hogy mindenki megtartotta a budapesti éttermek közül a Michelin csillagát. Mert a kóstolók se jártak sehova. Nem mertek sehova. Mondták, hogy jó, akkor maradjunk, egyezünk egy döntetlenbe. Az Onyx megtartotta mindkét csillagát, egy csillagosra értékelték a Bábelt, a Borkonyhát, a Kosteszt, a Kosteszt Downtown és a Standot. A Petrus pedig 2020-ban is Bib Gurman minősítést kapott. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.